Emberkereskedelem, rasszizmus, korrupció, reménytelenség. Súlyos problémákkal foglalkozik az Örökség című darab, melynek hétvégi fehérvári előadásán a szerző Svechtye Mihály is fogadhatta a közönség tapsát az igézőben. Az Örökség csoport előadása utáni beszélgetésen az író, aki a darab ősbemutatóját is rendezte Magyarországon, megerősítette, hogy bár a műben egy fiktív kelet-magyarországi falu a helyszín, a gyerekekkel zajló emberkereskedelem nagyon is létező jelenség. Ez egyértelmű, hogy van, hiszen például működnek Magyarországon védett házak, és a védett házakba pont az emberkereskedelemnek az áldozatai kerülnek vissza. És az emberkereskedelem az nagyon sok mindent jelent, a koldulásra való kényszerítéstől, a csicskáztatáson át a prostitúcióig, vagy a szervkereskedelem, tehát nagyon sok mindent jelent. De hogy hát sajnos létezik, igen. Az, hogy ilyenek előfordulhatnak, mint amit a darabban látunk, ahhoz azért arra szükség van, hogy bizonyos emberek behunják a szemüket. Tehát mégiscsak vannak, akiknek az orra előtt történik ez meg, és mégse tesznek semmit sem. A közönség találkozón a darabról és az azt ihlető élményekről is beszélt a szerző. Svechtye Mihály most először látta a darabot másik társulattól, az Örökség csoport többszörösen díjazott előadásában. Még nem voltam ilyen helyzetben, hogy valami, ami az én szövegem, az valakinek vagy valakiknek az értelmezésén megy keresztül. Ez nagyon-nagyon izgalmas. A másik nagyon izgalmas benne az az, hogy végre egyszer nem az én felelősségem, tehát úgy nézhetem végig, hogy nincsen az a probléma, hogy végig kell izgulnom, és hogy minden döntés az én vállamat nyomja, és hát ez nagyon-nagyon izgi, hogy tulajdonképpen miközben ugyanarról szól, nagyon más az értelmezés, vagy hogy más a színpadi megközelítés, úgyhogy én nagyon boldogan néztem, hogy hogyan termékenyítődik meg valami, amit mi kitaláltunk. Az Örökséget novemberben még kétszer játssza a fehérvári társulat, és ismét látható lesz Svechtye Mihály rendezésében is a budapesti Jurányi Közösségi Ház színpadán.